Nem sertéspestésben pusztult el az állatkerti vaddisznó, de még nem tudják, hogy mi végzett vele. Januárban is ugyanannyi, egyelőre nem emelkednek az önkormányzati lakások bérleti díjai. Csak a közterületeken tilos, kertben és teraszon idén is szabad tűzijátékot használni szilveszter éjjel. Jó estét kívánok, 2020. december 29-én kedden 18 óra van. Kezdődik a híradó, jönnek a részletek. Eddig tisztázatlan betegség miatt elpusztult a miskolci állatkert egyik vaddisznója. Az első jelek az afrikai sertéspestisre utaltak. Az ilyenkor szokásos, szigorú protokoll lépett érvénybe. A vadasparkot bezárták, a sertésállományt felszámolták. Az országos főállatorvos híradónknak ma megerősítette, a vizsgálatok bebizonyították, hogy nem az afrikai sertéspestis jelent meg az állatkertben. Egy kupac kismalac. Így pihentek a napsütésben két évvel ezelőtt a mangalica kölykök. 8, 9, 10. A kismalacok azóta felnőttek, a látogatók nagy kedvencei voltak. Decemberben viszont egy betegség ütötte fel a fejét, ezért el kellett altatni őket. Sertéspestisre gyanakodtak, az országos főállatorvos ma azonban híradónknak elmondta, kiderült, hogy nem a vírus jutott be az állatkertbe. A miskolci vadasparkban nem afrikai sertéspestis okozta a sertések elhullását, a vírus jelenlétét sikerült kizárni a vizsgálatokkal, más oka volt az elhullásnak, szeptikémiát vérfertőzést állapított meg a laboratóriumi vizsgálat. Az állatkert vaddisznóállományának egyik egyede pusztult el tisztázatlan körülmények között. Az afrikai sertéspestis rendkívül veszélyes kór, ezért minden esetben a fertőzés tovább terjedésének megakadályozása a cél. A sertéseket is emiatt kellett elaltatni. Amennyiben felmerül a sertéspestis gyanúja, az állategészségügyi hatóságnak azonnal intézkednie kell. Ilyenkor a legszigorúbb protokoll lép életbe. A mangalicák, illetve a törpesertések ugyan egészségesek voltak, de őket is el kellett altatni. Azért, mert a tanyaház hiába volt távol a vaddisznó kifutójától, a vírus úgynevezett ragályfogó tárgyak segítségével átjuthatott volna. A Miskolc Televízió híradóját Merecicki Kisudi tudósította. Egyelőre nem emelkedik a miskolci önkormányzati lakások bérleti díja január 1-től. A díjemelés eredetileg jövő év elején lépett volna életbe. A rendelkezést egy kormányrendelet miatt függesztik fel. Az intézkedés a piaci besorolású lakások bérlőit nem érinti, ők már november 1-je óta ugyanis a magasabb bérleti díjat fizetik. Az önkormányzati lakások idén is népszerűek voltak, összesen 120 lakást talált gazdára. A több lépcsős díjemelésből származó bevétel egy részét az ingatlanok felújítására költik. Tavasszal az országban elsőként indított elektronikus lakáspályázatot a Miskolc Holding ZRT, azért, hogy minél több városi ingatlan találjon gazdára. Ekkor több száz önkormányzati lakás volt lakhatatlan állapotban. Ide gyakorlatilag egy új konyhabútor, de ezeket a burkolatokat föl kell szedni. A bérlés egyik feltétele a lakás felújítása volt, amelynek költségét jóváírták, így akár a bérleti díj felét is meg lehetett spórolni. 2020-ban 120 lakást talált így gazdára. A bérlők mérettől függően 16 és 63 ezer forint közötti összeget fizettek, a piaci ártöredékét. Azt indítványoztuk, hogy a következő három évben a költségelvű lakásaink díját a valós piaci díjak 50%-ához közelítsük, míg a piaci díjainkat pedig mindezeknek a háromnegyedére. November 1-től első körben a piaci besorolású lakások bérleti díját emelte meg az önkormányzat azzal a céllal, hogy a befolyt bevételek legalább 60%-át a lakások felújítására fordítsák. Januártól pedig a költségelvű lakások bérleti díjának emelése következett volna. Ezt azonban egy decemberi kormányrendelet értelmében felfüggesztették, így a januári bérleti díj ezeknél az ingatlanoknál a decemberivel azonos lesz. A tervek szerint január elején valamennyi bérlő esetében a kaució fizetési kötelezettséget is szeretnék felfüggeszteni. A másik fontos célunk az volt, hogy azok a bérlők, akik nem tudják kifizetni a bérleti díjat, ott az önkormányzat nyújtson segítséget. Októberben jelentették be, hogy a rászoruló bérlők segítésére a városvezetés egy lakbér támogatási alapot hoz létre. A támogatást november 1-től lehet igényelni. Ezzel a havi bérleti díj a jövedelmi és vagyoni helyzettől függően akár 10-20%-kal csökkenthető.
A jövő évre vonatkozó fizetési kötelezettségek alakulásáról a bérlők a januári számlákkal együtt kapnak majd részletes tájékoztatást. Még lehet jelentkezni az óvodai iskolai dolgozók gyors tesztelésére. Az önkéntes és ingyenes vizsgálatokat országszerte 99 mintavevő ponton végzik majd, január 2-án szombaton és 3-án vasárnap 7 és 19 óra között. Időpontot foglalni online csütörtökön 20 óráig van lehetőség. A csoportos tesztelést ezúttal is a fővárosi és a megyei kormányhivatalok szervezik. Csak közterületen lesz tilos a tűzi játékozás, a kertben vagy a teraszon ugyanúgy lehet használni idén szilveszterkor is. Pirotechnikai eszközöket vásárolni idén kizárólag szaküzletben lehet, és legfeljebb az úgynevezett kettes kategóriás termékek engedélyezettek. A pirotechnikai kereskedők az idei évben hatalmas veszteséggel számolnak, ugyanis a szektor évi 2 milliárdos forgalmának 70%-át a szilveszteri időszak teszi ki. Milyen tűzijátékot vettél, elmondod nekem? Hát még én sem tudom, ez lesz a legelső tűzijátékunk, hogy a gyerekek örüljenek. Ennél a szikszói családnál már biztos, hogy látványos lesz az idei szilveszter. A színes rakéták és római gyertyák idén is sok helyen teszik majd emlékezetessé az ünnepet. 16 lövéses, 25 lövéses, ez például 36 lövéses. Egyes és kettes kategóriájú pirotechnikai eszközök sorakoznak a polcokon, idén ugyanis csak ezeket lehet forgalmazni. Közterületen használni viszont egyiket sem lehet majd, ennek elsősorban az állatvédők örülnek. Örülünk, hogy nem lehet mindenhol betárázni, mert tűzijátékot sem lehet fellőni, mert így a kutyák nincsenek annyira zaklatva. Sok eltűnik ilyenkor január 1-ére. Ez egy nagyon új termék, egy szórótalppal rendelkező 192 lövéses római gyertyatelep. Hát ez a lusta pirotechnikusoknak való és felhasználóknak, mert egyetlen indítással 192 gyönyörű színes lövést működtet és sokáig tart. Idén csak magánterületen lehet majd használni ezeket az eszközöket, így például a kertesházban élőknek az új szabály nem áll majd a felhűtlen ünneplés útjába. Mi minden évben otthon töltjük, mivel a testvérem december 31-én született, úgyhogy ugye így voltak ilyen családi összejövetelek. Mindig most ugye inkább szűkebb körbe fogjuk ezt megejteni, és ugye olyankor mindig van egy kis tűzijátékozás éjféltájt, vagy mikor, meddig bírjuk, valamikor hamarabb. Pirotechnikai eszközöket Miskolcon tavaly 7 helyszínen, köztük az áruházak környékén konténerekből is lehetett vásárolni. Az új szabályok életbe lépésével ezek a cégek jelentős veszteséggel számolnak. Most kizárólag a tűzijáték szaküzletek forgalmaznak, mint mi is Miskolcon, más helyen nem vásárolható. Most sem ajánlom azt, hogy a fekete piacról próbálják pótolni a hiányt. Sajnos ellenőrzetlen termékek kerülnek be nagyon-nagyon nagy mennyiségben az országba. Reméljük, hogy a hatóság sarkára áll és ezeket meggátolja, megfékezi. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a balesetek elkerülése érdekében mindenki csak megbízható helyről vásároljon, és közterületen ne használják ezeket az eszközöket. Aki mégis az utcán tűzijátékozik szilveszterkor, az akár 150 ezer forintos bírságra is számíthat. Az ünnepekhez igazodik a MÁV és a volán menetrendje az év végén is. A vonatokon december 31-én a pénteki, január 1-én a szombati, január 2-án az ünnepnapi, 3-án pedig a vasárnapi menetrend szerint közlekednek. Változik a volánbuszok menetrendje is. A járatok december 28-a és 31-e között a tanítási szüneti munkanapi menetrend szerint közlekednek. Január 2-án a szabadnapoknak megfelelően járnak a buszok. Január 4-én hétfőn pedig már a megszokott menetrend lesz érvényes. Egyes településeken a helyi járatok a fentiektől eltérően közlekedhetnek. A decemberre váltott bérletek január 7-ig érvényesek. Élesen bírálta a kormányt és a Fidesz helyi politikusait Szilágyi Szabolcs, a Velünk a Város Jobbikos frakció csoportjának önkormányzati képviselője. A keddi tájékoztatón egy táblát is elhelyezett a Fidesz belvárosi irodájának kapuján. A miskolci politikus szerint a kormány lerombolja az ellenzéki városokat, a súlyos kiadásokat jelentő járványhelyzetben pedig milliárdokat von el, és döntően csak a fideszes önkormányzatoknak nyújt valódi segítséget. Jól látszik, hogy az ellenzéki városokat igyekeznek térdre kényszeríteni, ám ezek szerint sem a helyi
sem az országos Fidesz nem ismeri a miskolciakat. Emlékezhetünk még, a tavalyi önkormányzati választások kampányában is igyekeztek megzsarolni a miskolciakat, akik akkor erre nemet mondtak, ugyanis mi nem vagyunk zsarolhatóak. Megkezdődött az Y-híd bontása, berobban a megyébe is a koronavírus járvány, a hónap végén pedig bejelentették, hogy felfüggeszti miskolci beruházását a Lufthansa. Néhány hír októberből. Az év hátralévő részében híradóinkban felidézzük az eltelt esztendő legfontosabb és legérdekesebb helyi híreit és történéseit. A rendszerváltás fontos országos és helyi eseményeinek állítottak emléket a Szent István téren felállított emlékoszloppal október 1-én. A kiállításon a 30 éves fotók mellett feliratok is olvashatók voltak, azzal a céllal, hogy a fiatalok megismerjék az akkori eseményeket. Az installáció készítésére egy alapítvány pályázott. Miskolcon kívül 17 városban állítottak hasonló emlékoszlopot. Újra megindult a forgalom a belváros egyik legforgalmasabb szakaszán. A Kishunyad utca felújítása szeptember végén kezdődött. Átépítették az esővízelvezetést, kicserélték az ivóvízvezetéket, az útlapot és a szegélyeket, valamint új aszfaltborítást is kapott a csaknem 180 méteres útszakasz. Látványos szakaszához érkezett az Y-híd beruházás, megkezdték a Vörösmarty úti felüljáró bontását. Ezután a következő látványos és sokak által érzékelhető lépés a híd Martinkertváros felé vezető részének az építése lesz. Emiatt várható a jövő tavasszal újabb, drasztikusabb forgalmi rendváltozásra kell számítani. Legördült a 75 milliómadik indító motor a Szeg Automotive Miskolci gyárában. A kínai tulajdonú generátorgyártó 2018-ban vált ki a Bosch csoportból. Miskolci telephelye a legnagyobb Európában. A Szega összesen 7000 munkavállalójának körülbelül egynegyede a borsodi telephelyen dolgozik, ahol kutatófejlesztő központ is működik. A miskolci gyár életében történelmi jelentőségű eseményen Palkovics László innovációs és technológiai miniszter is részt vett, aki a jubileummal kapcsolatban kiemelte, hogy a csúcs technológiával gyártott termékek aránya Magyarországon ma már olyan magas, mint Németországban. Fegyverropogástól volt hangos a kampusz, ahol avató ünnepséget tartottak. A Miskolci Egyetemi Lövészklub lőtere 1969-ben épült. A létesítmény a felújítás után újra megnyitott, és a tervek szerint fontos szerepet tölt majd be a tartalékos katonák toborzásában is. Elkészült az avasi református templom padlásra vezető lépcső és a tető felújítása is. Később az épület újra látogatható lesz. A munkálatok során leleteket is találtak, amiket kiállításon mutatnak majd be a látogatóknak. A beruházás végén, amely jövő tavaszra várható, egy interaktív tárlaton a feltárás körülményeit is megismerhetik a látogatók. Katonák fertőtlenítették a Károly Hotel épületét. A szállodában akkor olyan munkások is laktak, akik érintettek voltak a tiszaújvárosi tömeges koronavírus megbetegedésben. Ezért az épületet átmenetileg karantén alá helyezték. Az alacsony jövedelmű bérlők támogatása és a fiatalok itthontartása. Ennek a két célnak az elérése miatt reformálná meg Miskolc ingatlan gazdálkodását a Belünk a Város frakció. Ennek érdekében egy 400 millió forintos szociális lakbértámogatási alap és egy nagyszabású lakásfelújítási program létrehozását jelentették be. Már nappal is többször felbukkant a Miskolcon kóborló medve. A hatóságok nagy erőkkel keresték az állatot, amelyről egyre több videó keringett a közösségi oldalakon. A szakemberek arra figyelmeztettek, hogy ha szembe találkozik valaki a medvével, ne próbáljon a közelébe menni. Az állat később eltűnt a városból. Szobrot állítottak II. János Pál pápának a Diósgyőri katolikus templom kertjében. A néhai egyházfő 100 éve született. Hosszú évszázadok után ő volt az első nem olasz pápa. Munkásságát a népek és vallások közti béke megteremtése jellemezte. A szoborállítást az egyház és a hívek adományaiból finanszírozták. Az egykori pápára Ternyák Csaba egriérsek úgy emlékezett, hogy nem csak Krisztus földi helytartójaként szerették őt, hanem emberként is. Október végén bejelentették, hogy felfüggeszti Miskolci beruházását a Lufthansa.
A német anyacég a döntést azzal indokolta, hogy a koronavírus miatt a vállalat történetének legnagyobb válságát éli. Ez pedig a borsodi megyeszékhelyen tervezett beruházásra is hatással van. Így a cég miskolci lányvállalatához korábban felvett munkavállalók további foglalkoztatása sem lehetséges. Az élmezőnyhöz tartozó csapatok ellen elért győzelmek után meglepő vereséget szenvedtek a DVTK jeges medvék. A népkerti csarnokban hétfőn este Nagy Mihály csapata volt az ellenfél. A medvék egyik közvetlen riválisuk ellen nem jártak sikerrel. Az ellenfél végül 2-1-re győzni tudott. Nagy Mihály csapatát fogadta a hazai égen szereplő piros-fehér mezes DVTK jeges medvék az esztendő utolsó előtti mérkőzésén. Az első harmad első igazán komoly helyzete a házigazdáé volt, de Flick lövése elakadt a kapusban. A második harmad negyedik percében éppen kiegészült a vendégegyüttes, amikor lecsapott a korongra a Nagy Mihály és Korhonen lövésével megszerezték a vezetést. Pár perc játék után Adorján Attila nagy pillanatai kellettek ahhoz, hogy ne változzon az eredmény, de a záró harmadban aztán már sikerrel járt az ellenfél. Az utolsó felvonás negyedik percében az első lövést még hárította a miskolci kapus, de az ismétlésnél már tehetetlen volt mindenki hazai részről. 0-2. A találkozó végén a kapus lehozatal és egy kiállítás miatt 6-4 ellen támadhattak a jegesmedvék, és Flick lövését ugyan még hárította Tomek kapus, de 24 másodperccel a vége előtt Vasános emelését már nem, ami meghozta hazai gólt és kialakította a végeredményt is. DVTK jegesmedvék Nagy Mihály 1-2. Szerintem ez két jól játszó együttes kiegyenlített mérkőzése volt. Sajnáljuk a végkimenetelt, mert szerettünk volna 3 ponttal közelebb kerülni az ellenfelünkhoz a tabellán. Jó első harmadot teljesítettünk, de a második harmadban nagyon ránk jöttek. A vereség ellenére azonban tetszett, hogy erre reagálva felvettük velük a versenyt és visszajöttünk a meccsbe. A harmadik harmadban több lehetőségünk is volt, birtokoltuk a korongot és támadásban is többet dolgoztunk. Szebb napok várnak ránk szerintem, mivel az elmúlt meccsek azt mutatják, hogy javulunk. Összegezte véleményét a jegesmedvék vezetőedzője. A most összefoglalt jégkorong találkozót pedig sportműsorunk után 19 óra 25 perctől láthatják majd nézőink. Szeles többfelé csapadékos idővel köszön el az év. További részleteket az időjárásról a híradó után hallhatnak. Friss hírekkel legközelebb szerdán jelentkezünk. Addig is látogassanak el honlapunkra és közösségi oldalunkra, ahol mai riportjainkat is megtalálják. Én kollégáim nevében köszönöm figyelmüket, további szép estét és jó tévézést kívánok. Viszontlátásra!